Megyei ugróköteles döntőnek adott otthont vasárnap a sportcsarnok. A versenyen a Maklári Klub növendékei mérték össze tudásukat és ügyességüket. A hétvégén Füzesabolyban rendezték meg a Kötélugró Diák Olimpia megyei döntőjét. 6 korcsoportban A és B kategóriában versenyzett, 90 általános és középiskolás diák a városi sportcsarnokban, különböző versenyszámokban. Minél idősebbek, illetve minél ügyesebbek, ugye annál több a versenyszám, illetve annál nehezebb. A gyorsasági, hogy látjátok, kiskortól megvan, tehát ez a 30 másodperc a legelső, utána jön egy másfél perc, és amikor már versenyzők válogatóznak, amikor már komolyan csinálják ezt a sportágat, akkor pedig 3 perc, illetve ehhez jön majd hozzá később a szabadon választott gyakorlat, ami ugye egy zenére végrehajtott, egyénileg összeállított kis freestyle gyakorlat. Hányan versenyeznek itt a mai napon? A mai nap 60 megyei versenyzőnk van, akik ugye csak a megyein vesznek részt. Ennek az egyik fele most délelőtt, illetve a másik fele az meg délután, akik már ugye olyan idősek, hogy már válogatóznak is. Mi rendezzük most a második válogató versenyt, ez az Európa bajnokságra válogató. Ez azt jelenti, hogy nagyjából egy 90 gyerek versenyző versenyez ma. Heves megyében nagy népszerűségnek örvend a kötélugrás, utánpótlásban sincs hiány. Én azt gondolom, hogy nagyon sok energiát teszünk mostanában az utánpótlást keresésbe, illetve a nevelésbe, illetve ezért vagyunk egyre többen. Tehát most már csak a mi egyesületünkben 100 fölött van azoknak a gyerekeknek, fiatal felnőtteknek, óvodásoknak a száma, akik űzik a sportágat ilyen vagy olyan szinten. Nyilván nincs mindenkit. Tehát, hogy ennél nyilván sokkal többen vagyunk, de akik versenyeken indulnak, ők ennyien vannak. Szerintem imádják. Ez egy nagyon egyszerű sport. Tehát ez egy nagyon egyszerű, nagyon kreatív sport, amit egészen pici kortól lehet élvezni. Megyében ugye már a Maklári Boskötti Ugróklub 3 településen, Felsőtárkányban, Egerben és Makláron is neveli az utánpótlást, viszont csak mi vagyunk még mindig. Bár nagyon bízunk benne, hogy egy-két éven belül lesz valaki más, aki bekapcsolódik, egy másik egyesület, egy iskola, egy bárki ugye a megyéből. Egyelőre mi vagyunk, és ugye a mi egyesületünk, azt lehet mondani, hogy most Magyarországon a legjobban prosperáló csapat, hál' Istennek. Tehát nemzetközi versenyeken mi tudunk indítani a legtöbb versenyzőt, ez azt jelenti, hogy mi kvalifikálunk a legtöbb versenyzőt egy-egy nemzetközi versenyre.